Korábban is megszólaltunk már ezügyben, hogy a kormány a nyártól bevezetni szándékozik az úgynevezett ENTAK rendszert, amely valamennyi vendéglátóhelyre vonatkozna, tehát a kis büfétől kezdve egészen az óriási szálloda láncokig, és álláspontunk szerint itt van a probléma, hogy ez az ENTAK rendszer, ami egy szoftver, egy új adatszolgáltatási rendszer, nem veszi kellőképpen figyelembe a helyi sajátosságokat, hogy mást nem mondjak, például egy szállodában, annak éttermében lehet a számozott asztalokat kihasználni, tehát ezt a funkcióját a programnak, míg egy kisebb kocsmában vagy büfében ilyen lehetőség nincsen. Túl azon egyébként, hogy ennek a szoftvernek a megvásárlása is akár súlyos összegekbe kerülhet, van neki havidíja, és be kell tanítani az alkalmazottakat, és ezért korábban is szorgalmaztuk már, hogy a kormány gondolja át ennek az ENTAK rendszernek a részlet szabályait. Sajnos azóta a reakció nem érkezett, nem csak felénk, hanem a kis vendéglősök felé sem, ezért ők egy online petíciót indítottak, és ennek terjesztésére megkérték tulajdonképpen a Mi Hazánk mozgalmat, amelyet természetesen mi vállalunk, mert szeretnénk segíteni a kis vendéglátósokon. Ebben a petícióban többek között az áll, hogy egész egyszerűen nincsen meg az anyagi forrásuk, nincsen meg az emberi erőforrásuk arra, hogy még ezt a plusz terhet el tudják viselni, főleg annak tükrében ugye, hogy korábban a Covid-ra hivatkozott lezárások is őket érintették elsősorban nagyon keményen, most pedig itt van a rekordmagas infláció, itt vannak a rekordmagas rezsiárak, tehát a petícióban is olvasható, hogy ha ebben a formában bevezetik ezt a rendszert, akkor nagyon sokaknak be kell zárniuk az üzletet, már pedig a Mi Hazánk mozgalom nem szeretné, hogy újra magyar vállalkozások menjenek tönkre, ezért újra kérjük a kormányt arra, hogy gondolja át az ENTAK rendszer bevezetését, és ebben a formában, ahogy július 1-től szeretné, szóval ebben a formában ezt ne tegye meg. Miénk a jövő! Rád is számítunk. A fiatalok körében már a legnépszerűbb.